Csíksomlyot a magyarság legkeletibb és egyben a legnagyobb búcsújáróhelyeként tartják számon. A pünkösdi búcsúk a zarándokok százezreit vonzák a világ minden részéről. A ferences kegyhely a Székelyföld szimbólumává váló kéttornyú templom legféltettebb, legszebb és legértékesebb kincse, a központi oltár Mária szobra. A csíksomlyói segítő Mária szoborról azt állítják, hogy a világ legnagyobb kegy szobra. Magassága a koronával együtt 2 méter 27 centi. Hársfából faragták, gipszel és festékkel vonták be. Az idők folyamán volt már újra festve, ez látszik a lekopott festékrétegek szélén, ám a múlt században megtiltották az újrafestést, vagy bármely módosítást rajta. A kegyszobor keletkezéséről nem maradt fent igazoló irat. Megsemmisülhetett a tatárpusztítások idején. Eredetéről szakértői vizsgálat alapján próbálnak véleményt alkotni a kutatók. Stílusából ítélve közép-európai reneszánsz alkotás. Keletkezését az 1510-1520-as évekre teszik. Ebben a korban élt és működött, sőt, faragászati iskolát tartott fenn, Nagyszebenben és Brassóban White Stoss alkotóművész. Úgy ítélik, lehet, hogy az ő vagy az ő növendékeinek műve. De van egy közelebbi feltételezés is. Megtörténhet, hogy a kegyszobor faragója éppen egy csíksomlyói ferences tanító vagy növendék. Tudnélik, hogy abban az időben Csíksomlyon a barátoknak volt faragó és festőműhelye, és az akkor képíró iskolának nevezett intézmény később is fennállt. Ezutóbb említett elmélet hívei arra hivatkoznak, hogy a Madonnának fiatal lány, sőt székely lány arca van, és köztudott, hogy a németországi templomok Mária szobrai középkorú nőt ábrázolnak. Azt is jelzik a kutatók, hogy a kegyszobron nincsen semmiféle név vagy megjegyzés. Egy ferences testvértől igencsak kitellett, hogy nevét alázatosságból elhallgassa. Dr. Balogh Jolán műértő párhuzamot von az abban a korban keletkezett, csíki templomokban található Madonna szobrok és festmények stílusa között is. Hasonlóság alapján állítja, hogy Csíkban kellett léteznie egy faragó festőiskolának. A legvalószínűbb éppen Csíksomlyon. A moldvai csángó magyarok között is fennmaradt egy hagyomány, mely szerint a kegyszobor Bizáncból került volna Bákóba, onnan menekítették volna a török invázió elől Csíksomlyóra. Ez a legvalószínűtlenebb hagyomány, hiszen ebben az esetben bizánci stílus jellemezni a szobrot. Egyesek arra hivatkoznak, azért járnak a moldvai csángók a pünkösdi búcsúra, mert tőlük került Csíksomlyóra a kegyszobor. Valójában a somlyói ferencesek missziós tevékenységének következménye, a szorosabb kapcsolat a csángók és a barátok között. A moldva és szeret összefolyásánál majd később Bákóvárosában hosszú időn át kolostoruk volt a somlyói ferenceseknek. A 16.-18. Században, sőt azután is rendszeresen átjártak a ferencesek a Kárpátokon, a csángó falvakba, az ottani hívek lelkiekben való ellátása és hitükben való megtartásuk segítésére. Mit ábrázol a kegyszobor? A napba öltözött asszonyt. Már a 3. században tagadni kezdték az eretnekek Szűz Mária istenanyaságát. A középkorban ismétlődött ez az eretnek tanítás, különösen a bagumilók és a husziták körében. A katolikus alkotóművészek ebben a korban mintegy hitvallásnak szánták Szűz Mária ilyen formában való ábrázolását. A nap sugaraiba öltözött istenanyát, karján a gyermek Jézussal, lába alatt a holddal és fején 12 csillagból álló koszorúval. A Madonna lába alatt lévő hold képébe egy torz emberarcot mintáztak. Úgy tartják, hogy ez Áriusnak, Szűz Mária istenanyasága tagadójának a képe. A csíksomlyói Máriát királynőként ábrázolta alkotója, fején királynői koronával, jobb kezében jogarral. A kegyszobor Mária és Jézus fején lévő koronákkal kapcsolatosan említjük, hogy ezen eredeti koronákon kívül a 18. század végén Batthyány Ignác erdélyi megyés püspök ezüst koronákat készítetett, és attól kezdődően legalább 150 éven át ezen ezüst koronák díszítették az Istenanya és a kisdett fejét. Az értékes erekéket a kolostor kincstárában őrzik.
Itt jegyezzük meg azt is, hogy Batthyány Ignác püspököt az indította az ajándékok elkészítetésére, hogy kérése a szüzanya közbenjárásának köszönhetően teljesült, és fájós lába meggyógyult. A fogadalmi emlékek tábláján a nagy ezüst lábforma szintén Batthyány püspök adománya, meggyógyulása emlékére. Ugyancsak a nagypüspök volt az, aki a somlyói barátok kérésére alapos vizsgálatot rendelt el a szűzanyag egy helyén történt csodákról, csodás gyógyulásokról, és ezzel egy időben a csodákkal jeleskedő segítő Mária címet adta a kegyszobornak. A csíksomlyói Máriához a kordokumentumok szerint sok csoda fűződik. A kegyhelyen azonban közel 2 évtizede az a legnagyobb csoda, hogy a székelység 1567 óta tartó fogadalmi zarándoklatán most már 100 000-ek gyűlnek össze, csupán lelkükben érzett hívásra válaszolva, hogy a szűzanya iránti tiszteletüket kinyilvánítsák. Kedves testvéreim, honfitársaim,
a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztus. 2000 méter megtétele az első lépéssel kezdődött. Íme itt van az ünnepi pillanat, amikor a Székelygyorsi Csíksomlyó Express össznemzeti zarándokvonat elindult Csíksomlyóra. Napfény legyen veled, testvére, az úton, zarándok testvére, és áld meg Istenünk, az isteni fény úgy ragyogjon, mint az igazi nap világossága. És ez a fény áradjon tovább, áradjon a szíveinkbe, áradjon a lelkünkbe, akár mint egy hömpölygő patak, amely nem ismer gátot, nem ismer ravigát. Találkozás, az édesanyával való találkozás mindig ünnepi pillanat. Nézd a világot annyi milliója, és közöttük boldog oly kevés. Az ábrándozás az élet megrontója, amely kancsalul festett egekben néz. Mi teheti az ember boldoggá a kincs, a hír, a gyönyör, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem tudja, és nem is fogja megtudni, hogy mi a szívöröm. Szívöröm az, amikor megérezzük azt, hogy otthon vagyunk, hogy együtt vagyunk, hogy együtt utazunk. És ezen az úton, ezen az zarándok úton sok-sok kérdés választhatal el. Annak idején megtanultam, hogy a kommunikációnak a lényege a válasz. És nem mindegy, hogy milyen választ találsz, és milyen választ kapsz a kérdésekre. Egy találkozásra indulunk el, és nagyon gyorsan tegyük föl a kérdést. Kivel találkozunk? Hogyan készülök és készültem én erre a találkozásra? És mi történik velem a találkozás és a találkozás után? Ha egy kicsi gyermek megkérdezné tőlem, hogy mi a zarándoklatnak a lényege, azt mondanám egyetlen egy rövid gondolattal, találkozás önmagaddal és találkozás a Jóistennel. Mert bárhol vagy, bárhol járunk, a lélek az otthon, ahová mindig visszatérünk, ahol bárhol járunk, bárhol kelljünk. Nagyon-nagyon fontos a mindennapi életünkben, hogy a hátunk mögött hagyjuk a megszokottságot, hogy tudjuk felvállalni az újat bárhol, és ez testi, lelki, szellemi erőfeszítést igényel. És ez az erőfeszítés egységé kovácsol bennünket, egyé alakít, egyé formál, és azt üzeni számunkra, hogy valóban ne adjuk fel, ne adjuk fel, és gondoljunk arra, hogy a mindennapokban, az imádságban, az édes Anyaországért, Magyarországért, az áldott végén, mennyi minden milliók és milliók imája kísér kedves zarándok testvéreink ezen az úton. Millióknak az imája fel a magas égig. Érezzük át az ünnepi pillanat igazi jelentőségét, igazi magasztosságát. És adjunk hálát és köszönjük meg ezt az ünnepi pillanatot, amikor a Székelygyors Csíksomlyói Express össznemzeti zarándokvonat elindul a Csíksomlyóra, hogy ott együtt találkozva, együtt imádkozva dicsőítsük a magasságos Isten. Minden zarándoklatnak egyetlen egy a célja, Krisztussal elindulni, és Krisztus kegyelmét kérve, új emberként átalakulva térni vissza, vállalni újra a harcot, vállalni a küzdelmet, vállalni a munkát. Nagyon mély és nagyon szép, amikor a szép énekeinkkel a vadózba rózsát oltjuk, hogy szebb legyen a föld, szebb legyen
legyen a nagyvilág, szebb legyen az édes Magyarország, és a magyar misének a záró akkordjával szeretném zárni. A mindenségben ott lakik az egység, keressétek egymásba a békét, szívetekbe őrizzétek fényét, most is. Amen. Ne tessenek, a szentbeszédre nem hazudunk, mert elindek el. Zarándokok, ha utak indulnak, induljanak Isten igéjével és Isten igéjével kimással, mint zarándok énekkel, ahogy azt a 121. Zsoltárban olvassuk a következőképpen. Tekintetemet, ha hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriző. Bizony, nem szunnyad, nem az Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Igen, valóban a szószoros értelmében is, akik most elindulnak itt az alföldi magyar területekről Erdély felé, azok a hegyekre emelik tekintetüket, és a hegyek azok már a Teremtő Istennek a bölcsességét, a felfoghatatlan jóságát érzékeltetik velünk, a természetnek a szépsége, mert ott van a hegyekben, a növényekben, az állatokban, ott van az Istennek a hatalma, a szeretete, a bölcsessége. Minden harmóniában, ami a természetben megjelenik. A harmónia az megjelenik az emberi életben is. Megjelenhet az emberi életben is. Megjelenhet abban, amit az ember létrehoz. A zenének a szavával a legközvetlenebbül érezhető módon, és megjelenik versrészletet is hallottunk gondolatoknak, szavaknak az összecsengésében. De mindenek előtt és fölött kell, hogy megjelenjen az egymással való kapcsolatunkban. Abban kell, hogy összecsengjenek az érzéseink, a gondolataink, a szándékaink. És ennek a tanulására nincs szebb és jobb és alkalmasabb út és mód, mint egy zarándok. Ez az isteni harmónia kísérje azokat, akik most ezen a vonaton utazni fognak, azt a több mint 1000 embert, és ezt vigyék magukkal azokhoz, akikhez ők készülnek, azokhoz a családokhoz, azokat az erdélyi magyarokhoz, és ez a harmónia váljon mindennél tökéletesebbe, szente, mennyei előízé, majd akkor ott az Isten előtt levonulva a Csíksok. Amen. Ezért és így könyörögjünk most. Urunk, könyörgünk azokért, akik most útra kelnek Csíksomlyóba, keresztény hittel, szép, nemes gondolatokkal, reményekkel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk azokért, akik közé most indulnak a zarándokok. Sokat szenvedett, de hitüket, nyelvüket, kultúrájukat őrző erdélyi magyar testvéreinkért. Könyörgünk az ezévi csíksomlyói búcsúért, mindazért, ami ott százezrekkel fog történni. Téged kereső, hitre szomjazó, nemzetét szerető emberekkel. Könyörgünk egész nemzetünkért, a te kegyelmedre szoruló, tévelgé, de sokat bűnhődött magyarságunkért. Könyörgünk a magyar kereszténység testvéri közösségéért, a különböző nyelvű és hagyományú hívek bizonyságtételéért, szolgálatáért. Könyörgünk, hogy a most útnak induló mélyebb, tisztább hittel, jobb, még több áldozatra kész emberekként térhessenek majd haza.
megszólít téged. Megérzed azt, hogy néha könnyek között gyógyít az Isten, megérzed azt, hogy néha a lelked mélyén megszólal egy hang, egy gyönge, kedves hang, amely a lelkismeretednek a hangja. Áld meg Istenünk szent atyánkat, Ferenc pápát, püspökeinket és papjainkat, szerzeteseinket, hogy az apostolok lelkületével és örömével hirdessék a szent evangéliumot. Isten szeretetét. Kérünk téged, hallgass. Áld meg, Urunk, az útra induló zarándokokat, szeretteiket, hozzátartozóikat, hogy a találkozás örömével, megfeledkezve önmagukról, igazán átéljék az arány ajándékozás nagyszerű örömét és boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg Istenünk a sok-sok könnyes szemű édesanyát, azt a sok-sok árvát, azt a sok-sok gyenge gyermeket, és adj nekik vigasztalást, adj nekik erőt, adj nekik bátorságot, hogy ne adják fel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg Istenünk a magyar ifjúságot, a magyar haza, a magyar jövő szálogát, hogy mindenkor a rendülethetetlen remény és szeretet alakítsa és formálja szívüket és lelküket a te nagyobb tetszésed szerint. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg Istenünk édes anyaországunkat, áld meg Istenünk a népeket és nemzeteket, hogy mindenütt és mindenhol a szeretet nyelvét megismerve, mindenkor hálát adjanak és dicsőítsenek téged, aki a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Amen. 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 Isten áldása kíséri a zarándokokat egész útjukon. De jó, olyan frissek vagyunk, vidámak. Nagyszerű, jó kedvünk van. Jaj, de jó, nem kell félni. Egyen, sőt. Egészen jól megbeszéltük. Oh, jaj, de jó. Hát akkor már menjek tovább. Nem jössz? Nem tudom, hogy a százok. És akkor ágén Thank you.
van, jaj, de sarka nagy. De olyan, mint az MTC, az csak egy van. Fölvés a tudománya, a dús, amely elmehet a faragába. Fölvés a tudománya, a dús, amely elmehet a faragába. A Jézus Krisztus, kedves zarándok testvéreim, valamennyiünk életének fontos eseménye, amikor Csíksomjonra indulunk. Testvéri szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Erdély kulturális fővárosának vasútállomásán történő találkozásunknak ugyanakkor kimagasló üzenetértéke is van, hiszen mindannyiunkat megerősít keresztény hitünkben, nemzettudatunkban és az összetartozás megtartó érzésében. Különös jelentősége van annak, hogy erre a pünkösdi nagybúcsúra, amelynek motója legyen nekem a te igéd szerint, Főegyházmegyénkben az ifjúság évében kerül sor. Ez a válasza a fiatal boldogságos Szűz Máriának Isten üzenetére az angyal közvetítésével. Mindez nem csak ösztönöz, hanem egyenesen kötelez hitünk továbbadására, hiszen a Csíksomjai boldogságos szűzanya oltalma alatt tápláló gyökerei, csak így tudunk maradandó jövőnket biztosító gyümölcsöt teremni. Ez pedig az ifjúság, mert az ői a jövő. Hiszek abban, hogy ennek a rövid, de igen jelentős találkozásnak igazságos Mátyás király szülővárosának vasútállomásán szintén hitbéli és nemzeti gyöktér tápláló jellege van. Napjainkban hatványozottan szükségünk van a boldogasszony, a magyarok nagyasszonya oltalmára, valamint a hitre, a reményre, a szeretetre, mert a csüggedés sokszor vesz erőt nemzetünkön. De Isten áldásával, hittel és reménnyel átlépve a nehézségeken mindig tovább tudjuk építeni a jövőt. Szeretném kifejezni köszönetemet Magyarországnak mindenért, amit tesz a kereszténység védelmében. A nehéz megpróbáltatásokat kitett Európában hit és tudás alapú társadalmakat kell építeni, amelyeknek éltetője keresztény gyökereink. Ezért őszinte szívvel és meggyőződéssel biztatom a zarándokokat és minden ember testvéremet Jézus Krisztusban a jóra, az összetartásra és a segítőkészségre. A Csíksomjai szűzanya óvja meg a zarándok testvéreket oda és hazautazásokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ó, Istenünk, eléd letérdelünk, könyörülünk hozzád, hallgass meg szívünk, ó, áld meg népünk, áld meg nemzetünk. A nagy világon egyéből sehol sincs helyünk, s mi egymástól is megtaladtuk azt, hogy boldogok legyünk. Szállj, napom, szállj, gyönge kis madár, határokon túl a harcitáig szállj.
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. Mint a Kolozsvári Állami Magyar Színház legifjabb tagjaként, tudnék, a Kolozsvári Magyar Színház a világ legelső magyar kőszínháza. Idén ünnepeljük a születésnapunkat, 226 évesek vagyunk idén. Mi alapítottunk egy színházat is Budapesten, 126 éve. Ezt a színházat úgy nevezzük, hogy Víg Színház, a leányvállalatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én Tamás Járon szavaival szeretném nagyon sűrítetten köszönteni Önöket, hiszen szorít az idő. Tamás Járon írja biztatóképpen Márai Sándornak a következőket 1953-ban, amikor Márai erősen feketén látja már a magyarság helyzetét a Halotti Veszély című művében. Erre írja válaszképpen Tamási. Bizony, nem egyedülvalók vagyunk ezen a világon, hanem valamiféle szerves egységhez tartozunk. Egy családhoz, melynek nyelvén szólunk. És ennek a családnak országföldje van. S ha most kisebb is, mint a nagy bűnök előtt, annál édesebb ez a föld. Történelme van, mely gyakran volt szerencsétlen is, de hősi, és önzetlenségében költők tollára méltó. Irodalma van, mi nyelvi társtalanságában a mesék pazar színeiben lüktet. Alottai vannak, kiknek neve nem szám adat, hanem csillagok a föld alatti égen. Élő népe van, mely munkával és az erkölcsi érzék örökségével keresi a boldogulás útját. És álmai vannak, melyek nem a zsiványoké, hanem a jövendővé. És most pedig következzen az a költő, aki életének legnagyobb részét Kolozsváron töltötte, Dzsida Jenő. Következzen ő. Mondják apáim bűne, ami történt. Mindegy, mindegy. Milyen a végzet és a sors. Ő még a múltban évednek tükörként. Mi már a gyors jelenben a sodródó víztükrén látjuk magunkat és a törvényt. Nagyon szépen köszönöm, mindenki szálljon fölfele a vonatra, 2,5 perc van, amíg elindul a vonat. Isten áldja Önöket, jó utat, csicsó! Thank you.
vannak a vezetőjük. Kézdi Száraz Patakról 50-en vannak itt. Bodó Imre Esperes az irányítójuk. Erdőszentgyörgyről 36-os létszámú csoport érkezett. Boldizsár Ferenc plebános a vezetőjük. Makranc felvidék 47 fős csoportját Szalai Sándor vezeti, Léről 32-en vannak, Budapest, Sopron, Boros Kisjenő 24 fős csoportja van itt, Németh Zoltánné, Pap Magora csoportvezető. Csíkszentkirályról 450-en vannak itt, Vásárhelyi István vezeti őket, Kásszon, Kápolnásfaluból 120-an vannak itt, autóbusszal jöttek 120-an, 50-en viszont gyalog, Major Sándor a vezetőjük, Nyírcsaholy, Nyírmegyes, 22 fős csoportja is megérkezett. Szikszóból 50-en Molnár György az irányítójuk, Kisléta, 51 fős csoportja, Horauszki, Vákonyi János, Horváth János irányítják, a Jópalócok 50 fős csoportja Vízi Mária irányításával érkezett meg. Nyíradonyból 43-an jöttek, Sárközi Balázsa az irányítójuk, Bánát Petrozsény 25 fős ítéletben kitűnt diákja szokta felhozni a körmenetbe. Az 10 rendet most nem tudom képviselni, mert a túlóra nem megy rám, elragadt vagyok. Az idei esztendő különösen nagy ünnep a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumnak, mert a névadót is ünneplik. 458 diák tanáraival együtt és testvériskoláival együtt megérkeztek a tanárkormára. Vezetőjük Tamás Nevető igazgató, Sipos Gáspár, spirituális atya, akik a iskolájuk névadóját is a mai napot ünnepelik, de ünnepelik azokat a kiváló tanulókat, akik kiérdemelték az idei tanárkormára, hogy a labarombívőben nyerek. Az első labarombívő Kopasz Robert 12 A-osztályos tanuló. A felmutatásában. Én mindenkit, hogy templomi lelkületben, utolsággal hallgassák végig a szentmisét, a szentbeszédet, és vigyék magukkal a búcsú kegyelmeit azzal szeretteiknek, akik nem tudtak eljönni. Vigyázzunk egymásra, és legyünk figyelemmel a szentmise alatt, és segít a másokkal.
Ilyen több volt.